A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafifrap autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az Isuzu D-Max forgalmazója. Isuzu. Japán. Munka. Erő. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Uraszalon országos bolthálózat. A Sportverda támogatója Dr. Balsai Tamás és csapata a Perfect Smile, mert minden egy szép mosolyjal kezdődik. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Hamarosan kezdődik a nagyon rendhagyó autós műsor. A stúdióban már ott van a műsorvezető, Tordai István. Üdvözletünk a tévé előtt ülőknek, a Sportverde stúdióban Bíró Ica, Miló Viki. Ez Magyarország első és egyetlen 60 perces M3 részből álló felettébb rendhagyó hangvételű autós műsora, annak is a 2015. évi novemberi adása. Mi újság van, lányok? Minden szuper. Nagyon jó minden. Üdv a nézőknek. De akkor miért nekem mondod? Hát itt vannak a nézők. Üdv a nézőknek. Úgy jó. A gumifüsttől teljesen megbódulva, a forgatás végeztével ültünk egy versenyautóban a versenyzővel, majd a versenyző megszólalt. Nagyon régen vártam már, hogy egyszer én is belekerülhessek a tévébe, és nagyon szerettem volna azt, hogy a mama lásson engem, de a mama már elment. Úgyhogy, hát Tamás, te jössz, és szerintem a mama onnan a csillagok közül most látni fog téged. Na, ez hiányzott az életemből. Magyar Tamás és egy, mit egy? A dízel driftautó. Na, lökjed! Úgy ülünk itt ketten, mint Kóbor János az Omega 70. búcsú koncertjén a füstben. De csípi a szemem. Nekem is néha. De szeretem. Mindegy neki. Ha jól tudom, ez az egyetlen dízel drift autó Magyarországon. Miért nem akarnak a többiek dízellel menni? Jó, tudod, ez az egyetlen. Köszönöm. Igazából? Sokan azt hiszik, hogy ezt nem lehet tuningolni, pedig tévednek. És te miért a dízel mellett döntöttél? Kevesebbet fogyaszt? Nem volt benzinesben megfelelő motor számomra. A dízel zöldséges Merciről jut eszembe, próbáld meg egyszer ugyanezt utánfutóval, szerintem látványos lesz. Csináltam már. Csináltad már? Persze, trailerrel. Állítólag te vagy a legőrültebb a mezőnyben. Lehet. Lehet vagy igaz? Mondjuk, hogy az vagyok. Melyik környezetvédelmi osztályba sorolnád személygépjárművedet? Hát nem az Euro 5-ösbe, az biztos. Hát melyikbe? Mondjuk úgy, hogy nem környezetbarát. Ez a kocsi annak idején a taxisok álma volt. Most milyen? Hát most változtattunk rajta egy kicsit. Például? Raktunk bele egy 3000-es sorhatos turbodízel motort, kereklámpásnak a motorja, megcsináltuk a futóművet, egy BMW váltó van alatta. Teljesítményadatok? 300 és 350 lóerő között. Fogyasztása szűk 5 liter százon? Nem, de a finoman járnék vele 7 literrel is elmény. Fűtőolaj? Osztrák? Piros? Honnan tudod? A régi szép idők. Van benne néha az is. Igen. Pályára lehet használni. Oké. Honnan jött ez az egész? Mióta jogsim van, azóta minden autót így használok.
Tehát... Ezt most nem hallotta a hatóság, vagy ha igen, akkor összenőtt a szemöldöke. A Markom Racing Team csapat pilótája vagy, mit tettél le eddig az asztalra? Hát én tavaly kezdtem a driftet, egyből úgy nyitottam, hogy harmadik lettem a lóerők éjszakáján, első versenyemen. Első versenyen? Így van. Hát akkor mondhatjuk, hogy ügyes vagy. Mondjuk. Én mondtam, és akkor nem tudik nagyképűnek. Na, hajrá! Kályha, fölfékelt. Szokott. Szerettek utazni? Nagyon. Reggel bepakoltuk a cuccot, és már úton vagyunk. Megyünk forgatni. Autónk, amely elvisz minket A-ból B-be, de leginkább a forgatás helyszínére, az új Nissan Qashqai, amely meglehetősen jól fest, előről, oldalról és hátulról egyaránt. Motorja olyan kicsi, hogyha ennél kisebb lenne, talán már nem is létezne. És ennek ellenére meglehetősen harciasan viszi arrébb az 1318 kilós kocsit, a cuccot, meg a stábot. Van a motoron egy turbó, melynek köszönhetően a maximális nyomaték 190 Nm, a teljesítmény pedig 115 ló. A menet teljesítmény adatok nem hangoznak annyira acélosan, 185 a végsebessége és 11 másodperc körül vagyunk 100-on, de amilyen dinamikusan mozgunk, az komolyan mondom több, mint meglepő. A trükk ott van, hogy úgy hangolták be a motort, hogy alsó fordulatszámon legyen erős, tehát az induláskor. A kicsi motor fickósága mellett vannak itt még meglepő dolgok, az egyik a Qashqai mérete, a másik pedig, hogy a stáb mit keres mögöttem, mikor nekik a kamera mögött kellene lenniük. Bár nagynak tűnik, de a számok tükrében nézve nem nagy autó, olyan 1,80 m széles, nincs 1,60 magas és 4,38 cm-es hosszával, rövidebb, mint az ötajtós Opel Astra. Szellősen elfér benne egy TV-stáb, avagy hatalmasnak érezzük, mondhatnak a számok bármit is, ez a kocsi nem kicsi. Átlagfogyasztása 6-7 liter, ha tapossuk, akkor több, ára 5, de inkább 5,5 millió forinttól indul, aztán onnan felfelé. Ez a kocsi nem alapmodell, éppen ezért van is benne sok-sok extra, melyek között jól érezzük magunkat. Konkurencia számára például a Peugeot 3008 és a Suzuki Vitara. Megjöttünk. Szóval a Qashqai a meglepetések autója. Meglepő, hogy kicsi motorja milyen fickós. Meglepő, hogy elvileg nem az, de mégis nagy és tágas. És az is meglepő, hogy a stáb már megint mögöttem van. Tudjátok-e, hogy mit jelent a Swift szó? Nem. Fürge. Az előbb miért volt rajtad búvárszemüveg? Milyen búvárszemüveg? Mellette Barta Anita és az ő mosolya, körülöttünk pedig, ami mindig mérgesen kiabál, a Suzuki Swift Sport. 1600 köbcenti turbó nélkül, és a valaha gyártott, talán legjobb Suzuki motort arra tervezték, hogy pörgetni kelljen, és hogyha pörgetjük, az egy kicsit sem árt neki. 136 lóerő, 6900-as fordulatszámon. Nyomatékot tudod? 160 Nm. Hoppá! Hoppá! Megtanultam. És hol? Hogy hol? Hát hol jön?
hol jön? Ne szívas be, Léci. 4400-as fordulatnál érkezik. Jó. Néhány szakmai és gazdasági kérdést Balta Györgynek fogok szegezni, hiszen ha valaki, akkor ő aztán tényleg ismeri ezt a típust. Hogyan áll a Swift slágerautó eladási száma jelenleg, és ezen belül hogyan áll a Swift sport? Magyar Suzuki 2012-ben elérte a 2,5 millió Suzuki Swift gyártást, erre nagyon büszke. A Swift sport az egy teljesen egyedi kialakítású kis szuperautónak hívhatjuk, egyedi küszöbbel, egyedül belső kárpittal, egyedül ülésekkel. Kik számítanak vásárlóközönségnek? A fiatalság imádja ezt az autót, 136 lóerő. Erő, Swift, fürge, gyors. Egy alap Swift 3,3 milliótól indul jelenleg. Ehhez képest a sport? A Swift sport az egy 5,2 milliótól indul. A 8,7 másodperces 100-ra gyorsulás, hát hogy is mondjam, a sportnév mellett nem tudik túlzottan acélosnak, de hogyha lepadlózzuk, hát szétrobban körülöttünk a világ. Futóműve és a fékei erősítettek, de kell is, mert a mindig mérges kiskutya nagyon be tud pörögni, hogyha úgy hozza a sors. És most éppen úgy hozza a sors. Júj. Ott van fönt a majdégaj. Meg is fogom. És padlógázon megyünk. Sem az Alfa Romeo 4C, sem pedig a Maserati Gran Turismo MC Stradale nem tartozik a konkurensei közé, de azokban nincs is hátsó ülés. Ez is igaz. Ne menjenek messzire, hamarosan jövünk vissza a reklám után. Várunk! Ez még mindig a Sportverda, a stúdióban Bíró Ica, Milló Viki, én Tordai István vagyok. 400 darab készült belőle az egész világon. Korának legdrágább autója volt, és az egyiket Elvis Presley vásárolta meg. Na, milyen márka lehet? Én ehhez nem tudok hozzászólni. Cadillac. Honnan tudtad? Ne! Tényleg nem? Az? Igen. Cadillac Eldorado Brom 1957-ből és Varvasovszki János, avagy üdvözletünk Csodaországból. Ha jól tudom, korának ez volt a Rolls-Royce-a az amerikai társadalom számára. Így van. Ez 57-ben a világ legdrágább autója volt. Ha átkonvertáljuk ezt a 13 ezer dollárt, amibe került ez az autó, akkor most nem 400 ezer dollár lenne az akkori ára. 80-100 millió forint. Így van. Ebben gyárilag 50 extra van, légrugó, elektromos ablakemelő, memóriás elektromos ülés, klíma, fűtés, ez külön szabályozható együtt. A teteje is szárahúzott rozsdamentes fémből készült. Gyakorlatilag ez egy tank. Csak annál sokkal szebb. Hát annál sokkal szebb, igen, és nincs rajta ágyúcső.
Folyton azt súgja, az élet szép. Ennél az autónál még annál is szebb. Van benne külön köllé, van benne külön egy opera készlet a hölgyeknek, hogyha sminkelni akarják magukat, külön pohár készlet. Mennyibe kerülhet most ez a köllé? Hát ez a set, ami benne van, az olyan 10 000 dollár, az mai pénzen számolva olyan 2 800 000 forint, ami egy kicsi kis szatyorban most elférne. Ez a 280. darab, ugye a 400-ból. Így van, és a 278. darab pedig kié volt? Kié volt? Elvis Presley. Are the reason we have for living, and it's time we started and give them, they need love. Egy kis történelem. A Cadillac az Oldsmobile márka megszűnése óta a legöregebb, ma is működő amerikai autógyár, melyet 1902-ben alapítottak. A nevét Antoine Lomé de la Motte Cadillacről kapta, aki egyébként egy francia katonatiszt volt és Detroit elődjének az alapítója. A márka, amely leginkább mindig is a luxus autóiról volt híres, mostanság a General Motorshoz tartozik, és a Saab búcsúja óta a GM egyetlen prémium márkája. Nagy autóhoz nagy motor jár, gondolom. Így van, ez egy 6000 köbcentis V8-as motor, 2 darab 4 torkú karburátorral. Gyorsulása számokban nagyjából? Gyorsulása 10 másodperc alatt van, lévén, hogy 300 lóerő felett van a motornak a teljesítménye, és a forgatónyomatéka 500 Nm körüli. 2,5 tonna. És 2,5 tonna. Fogyasztását meg se kérdezed? Ha már így feltetted a kérdést, mennyit fogyaszt? Nem tudom. A kérdés mindig előjön újra meg újra. Régen minden jobb volt? Nem tudom. Ebben az autóban ülve azt mondom, igen. Mit kell csinálni az autóinkkal, mielőtt beáll a tél? Ablakmosó, gumicsere. Hát meg az olaj, hogy meddig van. Jó, na jó, hát de ez egy műszaki vizsgára viszem az autót, ott megnézik, nem? De kell télen vinni műszaki vizsgára. A rovat támogatója az Opel Magyarország garancia partnere, a Car Guarantee. Car Guarantee az új és használt autó garancia szakértője. Hogy stábautónk valóban úgy nézzen ki, mint egy stábautó, éppen ezért nemrégiben szakértők ezek feldíszítették. Első körben sötét színű fóliákat raktak a hátsó ablakokra, majd felragasztották az úgynevezett arculati elemeket. Előre kicsit, oldalra közepeset, hátra pedig jó nagyot. Most pedig, hogy frissen feldíszített stábautónkat az első hideg téli estén ne csapjuk hozzá egy fagyott kerítésléchez, téliesítünk. Hogy a fagyott szélvédőn kívül lássunk is valamit, nem árt az ablaktörlő lapátokat lecserélni, és az ablakmosó tartályt feltölteni téli ablakmosó folyadékkal. Attila kemény fickó. Egyszer feltekert a Himalája tetejére úgy, hogy már lent leesett a lánc. A hűtőfolyadék a motor hűtését szolgálja, de hogyha nem fagyállós, akkor nagy kárt is lehet abban. Ha a víz megfagy, akkor térfogata megnő, és szétrepesztheti azokat a helyeket, ahol éppen előfordul a motorban. Csináltunk egy kis kísérletet, teliöntöttünk egy üveget vízzel, beraktuk a mélyhűtőbe, ez lett a vége. Strapavíró gumiszőnyegeket teszünk lábunk alá és a csomagtartóba, hogy a hólé, sár és egyéb ne folyjanak szana szét, össze-vissza, ide-oda, amoda. Végezetül jöhetnek a téli gumik, mert mint tudjuk, hogyha a hőmérséklet plusz 7 fok alá csökken, akkor a nyári gumi jelentősen veszít tapadásából, melynek folyamányaként bármikor bejöhet egy be nem tervezett csattanás.
A téli gumiabroncsok a különféle adalékok hatására plusz 7 fok alatt is megőrzik látságukat, és mintázatuk is a téli körülményekre lettek kialakítva. Jöhet a tél, ha nagyon muszáj. A rovat támogatója az Opel Magyarország garancia partnere, a Car Guarantee. Car Guarantee az új és használt autó garancia szakértője. Egy nagyszerű sportember barátunk, Gyertfai Miklós betegsége miatt sajnos befejezte sportpályafutását. Többször is szerepelt a műsorunkban Drag Polszkijával. Most hát élete legnehezebb futamára készül. Veled vagyunk, Miki. Akarjuk még látni azt a Drag Polszkit. Miki, gyerünk! Hajrá, Miki! A Hyundai márka szerintetek melyik országból származik? Na, várja, nekem volt egy. Tényleg? Akkor tudnod kell. Hát, Korea. Korea? Sudi Iringó és a Hyundai Tucson. Átmegyünk árkon, bokron, tűzön, vízen, égbe magasló hegyeken. Na jó, az utóbbi lehet, hogy nem, de azért elég masszív, nem? Nagyon jó. Így első kis beülése is már az ember egy kicsit komfortosan érzi magát benne is. Első kis beülésre? Igen, hát mivel én nem ott ülök, hanem itt ülök, így csak a gombokat tudom nyomkodni, amik hozzám közelesnek. De ami számomra az egyik legfontosabb, az ülésfűtés. Annyira jó, és most már lejjebb is veszem, mert a hármason kigyullad a popsim. Az biztos, hogy nem a végletek autója, avagy nincs Hyundai Tucson életérzés. Helyette gondtalan élet van. Eljutunk A-ból B-be, és közben mi történik? Semmi. Ha jól emlékszem, te azt mondtad nekem, hogy kicsinek igazi szörmók voltál, és most egy nagyon furcsa hasonlat jön. És ki gondolta volna, ugye, hogy a kis szörmókból milyen gyönyörű nő lesz? Annak idején, mikor a Hyundai elindult az autógyártás útján, ki gondolta volna, hogy ilyen autókat fognak csinálni, és lám? Tényleg szörmök voltál? Uh-huh. Mennyire? Fülem és hátam is minden szörös volt, mint egy mancsicsi, úgy léptem ki. Szerencsére ezek kihullottak. A Tucson az iX35-öst váltja a Hyundai palettáján, de annál nagyobb, széltében és hosszában is. Ára 5,8 millió forinttól indul, és aztán onnan fölfelé, de a határ nem a csillagoség. A hivatalos besorolás szerint ez nem egy SUV, azaz hobbi terepjáró vagy szabadidőautó, hanem úgynevezett crossover, valahol a kisebb terepjárók és a kombi között található, konkurensei például a Mazda CX-5 vagy a Ford Kuga. Utastere szép, egyben és rendben van. Elég acélos a csomagtere, egészen pontosan 513 liter. Pótkerék nincs, defektjavító készlet van. Na nyomás tovább Iringóval. Többféle motorral szerelik, két benzines és két dízel, 1.6 és 1.6 turbó, 1700 köbcentis dízel és 2000-es dízel. Ebben 1.6 turbós motor van, 177 lóval és mekkora nyomatékkal? Passz nyomatékkal. 265 Nm. Végsebessége 200 fölött, nagyjából 10 másodperc környékén ér 100-ra. Ajaj! Na, hát az én idő már egészen jó. Ez férfias volt ez a gyorsítás? Igen. Határozottan. Be is borzolódott a mellszőrzetem. Áradozni nem tudok róla, de hibáit sem találom. Avagy lehet, hogy megtaláltuk a nagybetűs autót. Csodaverda. A Csodaverda támogatója a komplexautó.hu. Hirdessen, keressen, egyszerűen. Helyzet? Meg vagyok. Egész jól vagyok. Izgulsz? Igen. Rita, Tímea, Anikó
és odakint egy szép nagy családi autó, az Opel Zafira. Until Sunday, every single day, I love you more. Örülünk, hogy itt vagy, és ennek jeléül hamarosan kapni fogsz tőlünk rengeteg ajándékot, egészen pontosan most. Köszönöm. Én hoztam neked egy ilyen kis sportévés ajándékcsomagot, úgyhogy fogadsz. Szeretettel van benne mindenféle csecse, becse. Köszönöm. Én is hoztam neked egy kis ajándékot, a tompája nejében. Köszönöm. Na is van szép. Mit? Hogy mondtad, mi van benne? Az igen, ebben is. Köszönöm. Anikó elmondja nekünk, hogy mit fogunk ma csinálni. Autózni fogtok a körpályán, ebben igazi síkos, nyálkás, taknyos időben. Nem csak ez lesz ma, hanem vár még rád valami, de az még titok. Nem tudsz gyorsabban menni? Nem akarok. Ja, jó. A kocsi tud. Én nem akarok. Jó. Na biztos menjek gyorsabban. Nem. Jó. Timi a Csepkő utcai gyermekotthonból, 16 éves, egy végtelenül vidám kislány. Már most megvan a célja, úgyhogy mondta, hogy ő a mindenféle olyan dolgokat, a manikűröst, a sminkest, a masszást, mindent ki fog tanulni. Amúgy nem sok lassan. Nem. Nekem jól esik? Igen. Megcsinálj a popon. Nekem már igen, nem Kedves Timi, Csodaverda napod alkalmával bemutatom neked Radír nagymestert. Kérdezz bármit. Milyen márkája van az autónak? Ez egy Nissan Skyline, ez egy nagyon-nagyon komoly sportkocsi. Vannak olyan mondák, hogy kizárólag sportcélokra tervezték a gyárban. Mennyi idő alatt futja le a század, hogyha van tapadás? Nagyon fontos volt a végén a mondat, hogy van tapadás, olyan 4-4,5-5 másodperc környékén körülbelül. Azt javaslom, hogy bemelegítésképpen gyorsuljatok egyet, én pedig le fogom mérni, hogy valóban 4,5 másodperc környékén van-e, aztán menjetek csúszkálni. Csináljunk egy gyorsulást, egy 0-100-as gyorsulást. Ha azt mondtuk, hogy 4-5 másodperc környékén, meglátjuk, mit sikerül. Igen, nagyon. Jönnél máskor is? Persze. No, hát reméljük, Timi, örökre emlékezni fogsz Csodaverda napodra. A Csodaverda támogatója a komplexautó.hu. Hirdessen, keressen, egyszerűen. A reklám után jön a harmadik rész. Újra
Újra itt vagyunk a Sportverda stúdióban, Bíró Ica, Miló Viki, én Tordai István vagyok. A szépség és a hatalmasság, tehát a nagy darab. A két jelző megfér egymás mellett? Meg. Lehet szép, ami nagy. Nézem, és folyton csak az jut eszembe, hogy szép. Pedig sok más jelzőt ráaggathatnék. Monumentális, rendhagyó, felsőbbrendű, de leginkább mégis szép. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondta a nagyszerű német filozófus Immanuel Kant. Érdekem nem fűződik hozzá, és nekem tetszik. Tehát szerintem szép. És átkozott túlvagány. Mercedes GLE kupé. Hasonlít az X6-os BMW-hez? Igen. És ez baj? Nem. A történések egyik mozgató rugója a versengés. A versengéstől jutunk előrébb. Jó benne ülni. Luxus van, csend és felülről szemléljük a világot. Aztán ez a szemlélődés be tudám gyorsulni. 258 ló, 620 Nm. 620, 1600-as fordulaton az úgy belevág az ülésbe, ahogyan kell. 3000 köbcenti V6 dízel. A futóműve alkalmazkodik a sebességhez, ami annyit tesz, hogy minél gyorsabban megyünk, annál lejjebb ereszkedik az autó, hogy jobb legyen az úttartás. Terepkupé. Értelmetlenségében rejlik észszerűsége. Luxus, szabadidő autó, kupétetővel, sportautó, például Mercedes S kupé farral. Meglepő egyveleg, de a végeredmény ütős lett. Közel 5 méter a hossza, 2 méter széles és 173 centi magas, de egyáltalán nem nyomasztó. Extra? Az van. Felsőrendű multimédia, 360 fokban látó kamera. Maradjunk annyiban, hogy ami a kiváltsághoz szükségeltetik, az benne van. Mind. Ha valaki úgy döntene, hogy nem tud élni nélküle, akkor olyan 20 milliótól indul az egyezkedés. Felfelé. Valamit valamiért. Ezen az autón van vonóhorog. Látják? Persze, hogy nem. Mert elrejtették a világ elől. Figyelem és csodálkozzunk. I've got a one-way ticket on the midnight train, and I can't say that I'll be coming home again. But when I go, then I know after all that we've been through. Akkora, mint egy irodaház, és mégis mindössze 7 másodperc alatt van százon. Az nagyon derék. És 7 litert fogyaszt átlagban. Az is. A végsebessége kicsivel 220 fölött, egészen pontosan 226. Állandó összkerékhajtásával ki tud jönni a kisebb dagonyából, ha már belementünk, automata váltója pedig 9 fokozatú. Csempésztem a mondatba még egy információt. Tehetősnek érzem magam. Mondják, a pénz nem boldogít, de azért csak jobb egy ilyenben szomorkodni, mint mondjuk a hajnali busz megállóban. Érdekes ez. Ülünk egy csodás páncélszekrényben, melynek minden mozzanata értünk van. Avagy zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Melyik a leghíresebb olasz kisautó, sőt, talán a leghíresebb kisautó is a világon? Fiat. Fiat, 500-as.
A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Sportos és életvidám, mint amilyen te vagy. Direkt nem mondtam a kicsit. Pedig azt gondolom, hogy ez is jelző lett volna rá. Rám is, meg a kocsira is. Südi Iringo és az új Fiat 500. Közel 60 éve, hogy ez a kicsi kocsi először mosolygott rá a világra. És vidámsága azóta is töretlen. Mondd ki, hogy cuki. Cuki. Szépen is már nincs ezzel semmi gond. Csak ezzel az ablaktörlővel nem tudok kibékülni. Azt látom. Nem tudom leállítani. Fogyasztása olyan 5-6 liter környékén valahol. Hogyha valamilyen tánchoz kellene hasonlítanod ezt a kocsit ránézésre, akkor melyik lenne az? Úgy nehéz megmondani, kívülről azt gondolom, hogy egy kis méregzsák, úgyhogy ilyen Paso Doble-hoz hasonlítanám. Belülről azért finom, kecses, kis, nőies, rumba jellegű autó ez. Sokan azt mondják, nem sok minden változott rajta. Sokan pedig azt, hogy ez pont elég ahhoz, hogy újnak nevezzük. Én erre azt mondom, hogy ez a kis autó mindig is szép volt, és még most is az. Kajári Zoltán pedig el fogja mondani, hogy mi változott rajta. Szerintem nyitásnak szaladjuk körbe. Kezdjük a külsejével. Változtattak az orrészen, gyönyörű lámpákat kapott, háromdimenziós hűtőrácsot, egy gyönyörű szép felnit raktak rá, és keretet foglaló gyönyörű hátsó lámpákat kapott. Utastérben mi változott? Új műszeregységet kapott, digitális műszeregységet, új ülések és csukható kesztyűtartó. Ebben 1200 köbcentis, soros 4-es benzines motor van 69 lóval. Van ennél erősebb, 900 köbcentis kéthengeres turbós, 85 és 105 lóerővel. €3,2 millió indul az ára, aztán onnan felfelé. A Fiat 500-as egy luxus termék. Tetszik ez neked, látom. Lányom. A rímelt a vége, csak azért mondtam. Annyira nem vagyok öreg, de... Azt tetszik legjobban egyébként, hogy kimondottan női autóra van csinálva. Négy, azaz négy darab ilyen üdítős flakontartót találtam. Elemezgethetnénk még ezt a kicsi kocsit a végtelenségig, de a lényeg... Mit sem változna. Ha nem volna, hiányozna. Nem? Üde színfoltja az utaknak, ez tény is való. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. A lányoknál újságok vannak, és azokat nem félnek felhasználni ellenünk. Én találtam egy Bugattit. Gratulálok hozzá. Igen, megy a felsőthöz. Tehát ez jó lenne nekem, ez az autó. 1500 lóerős. És mit? Mennyi? 1500. Kis kategóriás crossover 600 lóerővel. És... Mi a neve, Ica? Juke a neve. Az a Nissan Juke R2.0, ami azt jelenti, hogy megcsinálták a második Nissan Juke R-t. Nagyon gazdag embereknek. Hurikán. Akkor ez biztos olyan, mint a Hurikán. Mindenkit letarol. Nagyon jól néz ki. 69-ben gyártották az elsőt. És az utolsót. És az utolsót is? Komolyan. Ausztrál automárka. A kor összes vívmányát belerakták. Volt benne például GPS. És az ülés is följött. Hova?
Hát fölemelkedett, mikor kinyílt az ajtó, és mikor beültél, akkor... Bocsánat, akkor a teteje, elnézést. Belezavarodtunk. Bocsánat. Semmi baj. És utána meg lejön a tető, és lejjebb megy a szék is, vagy a ülés. Igen, igen, szék. Igen. Potter and Rich, Audi R. B, V, 10. Na jó, tovább nem folytatom. Nem B, hanem 8. Ja? Látod, nincs rajtam a szemüveg. Van egy ilyen izé ott hátul, az mire jó? Az egy szárny. De miért van az ott? Az mire jó? Szerinted miért lehet ott a szárny? Hát nem tudom, navigál, szárny az navigál, vagy a levegőt valahogy elvariálja, lasszítgyors. Nem tudom, hát de egy ilyen nagy szárnyot, hát szerintem, hogyha gyorsan megy valami, akkor az egy gátló, vagy fék, vagy mit tudom én. Tehát ami navigál, az inkább a GPS. Elektromos Harley Davidson. Ez mennyivel pöttyög? Ez csak pöttyög. Mennyi? 50-nel megy? Ez egy prototípus, még nincs kész. Kétféle állásban kapcsolható, van a sport és a túra. A sportmódban 4 másodperc alatt megy 100-ra. Túra módban 95 km a hatótáv. A ralizás. Azért az egy nagy dolog. Már láttam is egyszer ilyet. De komolyan! Mekkora motor van az autóitokban? Ajaj, 8200 köbcenti, az már elég acélos, nem? Igen, az már nagy, az már nagy. Figyelted, hogy kezdődik? Egyszerre egészen csöndes lesz minden. Mintha a világ visszafolytaná a lélegzetét. Addig is csönd volt, de csak most vetted észre magát a csöndet. A vihar előtti csendet általában égszakadás, földindulás, hangrobbanás követi. Sziklát vett fogai közt a szó. Chevy Nova, Supersport a Crazy Cutters műhelyéből. Barátságos jelzőt még a legjobb indulattal sem tudom ráakasztani, ellenben minden igaz rá, ami annak ellentéte. Hangos, durva, bogorva, kényelmetlen. De hát ez már csak ilyen. Meglehetősen kicsike zömök autó, melynek jelentős része motor, 8200 köbcenti. Majdnem 6-szor akkora a motorja, mint a mostani átlagos autóknak. Ehhez mérten megy is az Isten adta, a 100-at 5 másodperc alatt letudja, aztán onnan felfelé, ameddig emberfia bírja, de nem sokáig bírja. Azaz bírnám én, ha az enyém volna. Kis Ádám és Bencsik Balázs, az LK Autó vitézei. Szép munka! Köszönjük szépen! Köszik! Gond nélkül beleillene bármelyik Mad Max filmbe. Hogy? Kedves ügyfelünk megkeresett minket azzal, hogy gyerekkori álma volt, hogy egy Mad Max autót építhessen. Gyakorlatilag szabad kezet kaptunk benne, úgyhogy fogtuk és belevágtunk a projektbe. Az alapja egy 1971-es Chevy Nova SS. Mi minden lett más azóta? Újabb tipufogórendszer, újak a kerekek, újak a szélesítések, a motorháztető, az autó beltere, a motorja. Rengeteg filmben szerepelt a Nova, de talán a leghíresebb Quentin Tarantino melyik filmje? Halálbiztos. Ki is vezette ezt a kocsit? Már nem ezt, hanem a Novát. Kurt Russell. Mekkora a hátsó gumia? 335-ös. Ez volt a legszélesebb gumia, amit találtunk a katalógusban, és Amerikában kizárólag gyorsulási autókra teszik fel ezeket a gumikat. Rettenetes tekintete van. Az biztos, hogy aki ezt az arcot a visszapillantó tükrében meglátja, az félreáll, kiszáll, elszalad, és soha többé nem tér vissza. Gáz, és azonnal szétrobban körülöttünk az egész világ.
450 ló, 800 Nm, szigorúan irányíthatatlanul a hátsó keréken. Ahogy mondani szokták, még legénynek kell lenni a gáton, jelen esetben az ülésen. Semmi sem olyan, mint a mai megszokott autóban. Annál minden sokkal nehezebb és hangosabb. Olyan nagyon komor, mondhatni gonosz, határozott jellem. Próbálok én szerényen létezni mellette, de nem igazán hagyja. És talán pont ez a jó benne. Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve és okos fejével biccent. Nem remél. Köszönjük, hogy kibírtak bennünket. Új adással egy hónap múlva jövünk. Addig is figyeljék az ismétléseket a Sport 1, a Sport 2 és a Sport M csatornákon. Minden jót! Viszlát! Viszlát! Műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafifrep autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az Isuzu D-Max forgalmazója. Isuzu. Japán. Munka. Erő. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Ura Szalon országos bolthálózat. A Sportverda támogatója Dr. Balsai Tamás és csapata a Perfect Smile, mert minden egy szép mosolyjal kezdődik. Thank you.